Lotfi Begit, a háromszoros édesapát köszöntöm itt a stúdióban, aki vállalta a Baba Világ kihívását. Üdvözöllek. Hát nem tudod, jelentsen mire... ez bármit is. Jelentsen bármit is. Figyelj, én azt gondolom, hogy tesz egy kis súlyból fogod. Hát meglátjuk. Nem? Remélem, hogy nem bukom meg itt a vizsgán. Három gyerkőc után szerintem ez nagyon laza lesz. Tesztkérdésekkel fogjuk kezdeni. Na, nézzük. Első kérdés. Körülbelül hányadik hónapban alakul ki egy baba végleges szemszíne? Fél év és egy éves kora között. Nagyon jó vagy. 12 hónap az átlag, de inkább már előtte azért látható lesz a szemszíne. Igen. Egy pont a tiéd. Mikor kezdi el a baba hallani a külvilágot az anya hasában? Tök érdekes, mert amikor a Zazi pocakban volt, pont a Rúzsa Magdi közös dalán dolgoztunk, és akárhányszor hallgattam a kocsiba, akkor a Zazi megnyugodott. Úgyhogy azt tudom, hogy hallanak már pocakban, és azt gondolom, hogy ilyen 6 hónap környékétől. Kicsit előbbre tehető ez az időpont, képzeld el. Negyedik hónap? Igen. Legyél szigorú. Hát jó, te akartad. Nos, a harmadik kérdésünk következik. Hányadik hónapban ismerik meg magukat a babák a tükörben? 8-10 hónap között. Azt mondják, képzeld el, hogy 18. hónapban ismerik meg magukat, amikor már az én képe kialakul. Az én képe kialakul. Egy pontod van viszont eddig, úgyhogy most már bele kell húznod, mert le vagy maradva. Melyik gyümölcs mérete egyezik meg a csecsemő gyomrának méretével? Nagyon pici. Nagyjából. Ez egy érett cseresznye, nem? Biztos, hogy nem egy narancs, nem egy őszibarack. Egy ilyen cseresznye és megy között lőnik. Nagyon ügyes vagy, ez egy nagy érett cseresznye volt. Igen, vagy azt mondják, hogy megy, szőlő, de hogy pontosan ekkora a mérete. Jó. Én is azért nyugtatgatom magamat, hogy ezért nem tud Kristófka annyit enni még, mert csak egy cseresznye méretű gyomra van. Ja, az evés az teljes kritikus. Tehát, hogy az ikrek közül az alán az semmi. Tényleg? Az fényevő. Nekek is fényevő. A zorán meg mindent. Tehát, hogyha elé teszek, addig eszik, ameddig előtte van a kaja. Jól van, hát nem tudom, hogy mennyire fogsz röhögni majd a következő feladaton. Mert hogy pelenkázásról lesz szó. Lukrécia így fekszik, most finoman van rajta egy kakis pelenka, és most kéne őt tisztába tenni. Vigyázz, mert időre megy ez a feladat. Időre? Így van. Jó. Kezdjük. Azért mondom, hogy nem feltétlen a valóságnak felel meg ez a dolog. Figyelj, te most itt azért csak a gyorsaságra hajtasz, én látom. Lukikám, ne aggódjál, pótpapa kitörni a fenekedet. Lukikának kakás pelenka, itt van. Jó, kis törlőkendőt azt. Törlőkendő. Jó, de szépen közül bekented, tük-tük-tük, egy ujjacskával. Igen. Én szoktam hagyni a gyereket, hogy ilyenkor hadd mászkálnál, amikor sikerélmény van, és rákerül a pelenk, akkor még hadd menjen egy picit. Hagy menjen? Hát persze, hadd mászkáljon, nem erőltetem rá vissza gyorsan. És akkor ilyenkor jönne az anyósom, hogy de hát meg fog vázni. De szereted az anyós vicceket, ugye? Én imádom az anyósomat, nekem az anyósom, mint hogy a pótanyukám lenne. És nincs, tehát én jókat mosolygok. Kicsi nyaktörésed közben megfigyelt, merőleges be a nyakacskája. Lukikám, jó vagy, mindjárt készen vagyunk. De nagyon komolyan veszed egyébként ezt a feladatot. Tehát, hogy abszolút ott az időn van a hangsúly. Ott rontottuk, hogy azt mondtad, hogy idő. Igen. Hoppácska. Jó. Így. Kész óra leállítva, és mindjárt várjuk az időt. 1 perc 40, képzeld, 1 perc 40, viszont most Lukrécia drágám. Hogy vagy? Jól vagy? Kicsit lila a feje. Igen. Ne sírj. Figyelj, a feladatot teljesítetted. Az a szerencsénk egyébként, hogy Lukrécia nem tud beszélni, és nem jelezte, hogy bármilyen problémája van. Igen, nem jelezte, hogy problémája van. Hogyha ez lett volna, akkor lehet, hogy egy kicsit hosszabb ideig tart ez a csere. Viszont ez tényleg eddig ebbe itt a Baba Világban te vagy a győztes. Köszönjük, hogy itt voltál. Ennyi volt már a kihívásunk, de maradjanak velünk, hiszen folytatódik a Baba Világ.